falunapon minden évben országos lóversenyt tartanak a Csantavéri lóversenypályán, ahol most 80 ló és lovas mérette meg magát. Ami idén érdekességnek számított, az a női hátas ügetőverseny, ahol 7 lány mérkőzött meg. Jó hangulatú versenyről van szó, amelyre egész Szerbiából szívesen jönnek el a lovasok. Jöttek a nagy környékből, nem is a szűk környékből. Hát mondhassuk, hogy Szerbia területéről. Csantavéren szeretnek versenyezni, jó pályánk van, általában jó hangulatban zajlik az egész. Reméljük, hogy a mai is úgy fog. Ezután következett a Csantavér csóka foci meccs. A házigazda csapat a nagy küzdelem során alul maradt, és 2-3-ra kikaptak a vendég csókaiaktól. A falunapi rendezvénysorozatot Nosztalgia est követte. Fellépett a kárpátaljai vendégtáncegyüttes a Gyöngyös Bokréta, valamint a helyi Mendikus Tambura zenekar és a tornyosi Adi Endre Művelődési Egyesület. Jöttek Ukrajnából, Kárpátaljából, Dercen falucskából a Gyöngyös Bokréta népi táncegyüttes. Ők adnak elő 2 táncot, illetve átjöttek Tornyosról, a Tornyosi Művelődési Egyesületnek a tamborzenekara és énekkara, és ők fognak előadni 2 műsorszámot. A látogatók jól érezték magukat a programok alatt, bár sokan a hangos zenére panaszkodtak. Kifogásom nekem az van, hogy túl erős a zene. Vagy nekünk túl jó a külön. De különben tetszett. Nagyon tetszett. Szépen meg is van szervezve, úgyhogy nagyon. Mi még vagyunk elégedve. A Csantavéri falunapi rendezvénysorozatot a Night Cruisers Band koncerte zártak kiváló hangulatban.